Szervusztok, köszöntök mindenkit a mostani elvonulásunk darab beszéden. Megköszönöm Andrea bevezetőjét, és megkérdezem, hogy kinek van kérdése. Bármilyen. A csenddel kapcsolatosan, amit nagyon szépen hallottatok, vagy a szóval kapcsolatosan, amit szintén meghallottatok. Egyébként a csendnek az erejéről csak annyit, hogy volt olyan kóriai szerzetes, aki tíz éven keresztül nem beszélt, Templomban élt, és mindenkit meghallott, ha kell, és egy ilyen kis noteszen keresztül kommunikált a világgal, hogyha ő neki kellett valamit mondania. Egyébként egy mantrát tartott ideben, te sem hogy melyiket. És tíz év után megvilágosodott. Na, nekünk erre itt nincs tíz évünk. Úgyhogy, ha bármiben segíthetem a gyakorlatodat, az utadat, akkor itt a lehetőség. Ez a szerzetes, aki tíz év után megvilágosodott, ez szavakkal, hogy lehet kifejezni, ez pontosan mit jelent? Hogyan manifestálódik ez? Ettől féltem. Hát ha ő tíz évig csende volt, utána mit tudok mondani? Tehát most délután, ahogy kiléptél az ülésről, esetleg aki még tett egy sétát ebéd után, az látta, hogy milyen elképesztően kék volt az ég sok-sok esős nap után végre láttuk az eget, kék, a falomjait, olyan zöld, hogy nem a konyára az egészet, és a föld is, ami fantasztikusan barna, amikor látod, hogy a tavasz mit csinál vele. Tehát ez a fajta frissesség, ez a fajta tisztaság, ez a fajta primér, elsődleges tapasztalás, ez a következmény annak a tiszta tudatnak, ami tényleg olyan, mint a tér, olyan, mint a tükör világos és szavakban nem lehet foglalni. De a hatásáról lehet beszélni, sőt kell is, szerintem. Én emlékszem arra az időszakra, amikor, mint Andrea, iszonyú keveset értettem az zemből, csak éreztem, hogy víz, és hogy jó fele víz, és hogy biztonságban vagyok. Szellemileg egészen biztosan, aztán, hogy karmikusan, mikor, az már az én dolgom. Egy szellemileg egy helyes irány az, amikor nem akarsz abszolút értékű kijelentést tenni, és megmaradsz a jelenlét tisztaságában, és végre valami nem dualisztikusat szeretné tapasztalni, ez már akkor egyfajta biztonságot nyújtott anélkül, hogy definiálni kellett volna, meghatározni kellett volna, vagy bizonyítani kellett volna, amit matekból se szerettem, és egyébként sem, mert ha valami nem nyilvánvaló, azt hiába bizonygatod, ha pedig nyilvánvaló, akkor felesleges bizonygatni. Úgyhogy nem értettem nagyon sokáig, de egyre tisztább volt az ég, és egyre jobban hallottam a madár dalát tavasszal. Úgyhogy ha tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán gondolkodsz, érzel, beszélsz és cselekszel, ha kevesebb hibát követsz ha egyre jobban érzed a teret, a benne lévő tudatokat, a másik ember lelkét, akkor helyes úton jársz, anélkül, hogy neked bármiféle belső mércét föl kéne állítani. Tehát ha azt kérdezed, hogy ugye mi a megvilágosodás, mert ugye erre ment ki a kérdés, akkor ha valaki bármit válaszol, hiba, ha nem válaszol, akkor is hiba. És az zen ismered. Elég régóta vagy itt, hogy ne a gesztusokkal tévezd össze magát a tanítást, ahogy az újra sem azt mondjuk, hogy a hold, pedig az új holdra mutat. Elég könnyű megkülönböztetni a kettőt. Tehát lásd tisztán, hajt tisztán, Ismert fel a helyzetet tisztán, viszonyúj helyesen, cselekedj helyesen, és akkor tényleg megvalósul az, hogy ha valaki éhes enni adsz neki, ha valaki szomjas, akkor inni adsz neki, és nem fordítva. Mert ezt el szoktuk követni. Éhes vagyok, éhes vagyok, de szerintem neked inni kéne, hozok is neked. Általában így viszonyulunk a világhoz, meg egymáshoz. Szukszánszúnyi tanításában nagyon sok réteget észrevehetsz, a csak tenni az taoizmus és buddhizmus egyszerre. És amikor azt mondja, hogy helyes helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés, ez bizony egy kis konfucianizmus a jobbik, könnyebbik, működőképesebb változatából. Nem a szuperkonzervatív, normatív, megmondom neked, hogy ki vagy és mi a dolgod és a többi, és bezárlak a saját társadalmi helyzetedbe, amiért nagyon sokan ilyen börtönnek érezték az egészet. Hanem van buddha természeted, tehát tudsz tisztán látni, tisztán tapasztalni, tisztán érzékelni, használd. És akkor meglátod, hogy valójában milyen helyzetben vagy, mi a helyes kapcsolatod a környezettel, és mi a helyes cselekedet. Egy számomra nagyon kedves lány külföldön. A várandósként az egészségügyi rendszer áldozata lett, elég komolyan átültetésre vár. És ugye a tant ilyen fókusz kapcsán merült az fel, hogy energetikailag hogyan kapcsolódik szervekhez, vagy, vagy a, az élethez, nem tudom, az élet, és hogy hogyan nem, a lélek alapvetően, hogy hogy, hogy, hogy így a testben hogyan, hol lakik. Uh, ugye mi a tanténre próbálunk fókuszálni, és hogy hogyan tudok, vagy lehet rajta. Általánosítod a problémát. Tehát egy rendszert szeretnél valahol látni, ami alapján egy jobb alternatívát lehet neki dolgozni, mint az, amiben ez a lány szenvedett. De ez a rendszer így intellektuálisan nincs. Tehát ugyanaz a tanításom neked is, mint amit reméltem, hogy ő megtesz korábban, hogy kilép a rendszerből. Hát azt hisszük, főleg itt nyugaton, hogy a logosz, a szentséges intellektus és az általa alkotott szisztéma, a görögök által kedvelt rendszer, hogy a megoldása a problémáinkra, és nem az. Tehát minden rendszeren kívül van valami, ami nem az. Minden gondolkodásmód megváltoztatható. És hogyha azt látod, hogy egy rendszer nem működik, lépj ki belőle, hogyha nem tudod megjavítani ezt a mostani társadalmat egy darab egyén nem fogja tudni megjavítani. Tehát valahova virtuálisan legalábbis ki kell lépni belőle, hogy egy helyes nézőpontból lásd. És hogyha ez nem sikerül, akkor a rendszerben nem tudunk helyesen viselkedni, mert nem hiszünk benne. És akkor úgy tűnik, hogy vagy áldozatok, vagy elkövetők leszünk. És mind a kettő hiba. Tehát az, hogy a tantien, az élet és az egyéb kapcsolata, ez az általánosságok szintjén nem oldható meg, mint probléma. Mert elveszíti a fogását. Hoz ide egy embert, mondjuk magadat, és megkérdezed, hogy a karmám az a testben és a lélekben hogyan manifestálódik, és ezzel már lehet valamit kezdeni. Mások helyett nem tudsz kérdezni. Tehát minden együttérzésem, azért a hölgy, akiről most beszélsz, de helyette nem tudsz kérdezni. Ő neki kéne kérdeznie. Alapvetően a test és a lélek a születéskor összekapcsolódik, és nem folyamatos, de megszakítatlan kapcsolatban van állomállapotokat és egyebeket ideértve. És amikor meghalunk, akkor végérvényesen a test és a lélek szétszakad, és ez már nem restaurálható többet, ez a halál. De addig rengeteg dolgunk van. És azért, amiért megszülettünk, amire egyébként nagyon nehezen jövünk rá, hogy valójában miért születtünk meg, azt el kell végezni. Minden helyzetben, például egy ilyen nagyon traumatizált és alárendelt helyzetben, amit idézel, az a kérdés, hogy mi a dolgom? Neked mi a dolgod, mint egy szeretettel bíró baráté? Neki mi a dolga, aki egy komoly traumán megy keresztül? És ehhez kell az energia. Tehát ehhez kell az, hogy lepucoljam a felesleges gondolatokat, hogy ne kövessem a szétszóródó érzelmeket, és érző bölcsességre képes lényként járjam az utat, és ehhez rengeteg összpontosítás és akarat kell. Ha megnézed a fényt, annak nagyon érdekes természete van, mert egyszerre hullám természetű és részecske természetű, attól függ, hogy honnan nézed akármit gondolsz róla, sőt, amikor még ezt nem is tudták ennyire jól, már akkor is tudták a fényt kezelni és különböző dolgokra használni. Az egyik ilyen az az óraüveg kísérlet volt, amit a reneszánsz uralkodóknak nagy előszeretettel mutattak be Olaszországban. Hoztak egy ilyen hatalmas lavornyi óraüveget, adott napszakban kintották az ablakot, és a fényt oly mértékben fókuszálta, hogy egy gyűrűt odáig hevített, hogy megolvasztotta alatta a márványlapot. Erre a tudat is képes. Tehát, hogy megolvasztani azt az illúzió réteget, amivel addig azonosult, és tisztán látni, és látni azt, hogy nem azonos a testtel, és igaz, önvalód nem azonos a lélekkel sem. Ez a kemény. Hát ígérgetünk, mint vallások, mindenfélét, hogy te majd ilyen leszel, meg idemész, meg ilyen állapot, nem. Amíg igazi önvalódat nem tisztáztad le, addig ezek mind ígéretek, és nagyrészt hamis ígéretek. Tehát pontosan milyen karmát hoztunk le a hátizsákban, mi az, amit a lélekben lehoztunk, mint én, önkép, karma, feladat, ezzel kell megbirkózni. És ezt kell látni először. És aztán azt az okozatisságot, amelyet mondjuk nem szeretnék megismételni és akkor járunk a helyes úton. Tehát senki, még a legnagyobb tanítók sem tudtak felébredni egyéni gyakorlás nélkül. Budha hat év kőkeményen nagyon-nagyon komoly gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy a tárháztudatból felhozd azt, ami tényleg a dolgod. Hogy a megkülönböztető tudatosságból az ítéleteket kipucold, de a bölcsesség és a helyes megkülönböztetés megmaradjon. És hogy az együttérzésre képesek legyünk, ahhoz semmi más nem kell, mint igazi önvalónk tapasztalata. Legalább egy szikrányi, legalább egy pici, hogy belássam, hogy a másik embert ugyanaz a természet fűti és hajtja. Erre nélkül nem megy. Úgyhogy nagy szenvedés, nagy hajtóerő. Kis szenvedés, kis hajtóerő. És ha nincs szenvedés, nincs hajtóerő. Én a csendek kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy itt nagyon élvezem, meg a Andrea. Bevezetőében is nagyon hatásos volt. Viszont hazamegyek, és ugyanez a csend ilyen frusztráló unalom lesz. Mit lehet ezzel kezdeni? Meglátod, hogy milyen környezetben válik frusztráló unalom. Már most gondold el, hogy egy zongora koncertre mész, és a zongora nem működik. És a művész szerencsétlen ott nem tudja, hogy mit csináljon, és téblából, és nem tud szegényke zongorázni, mert, mert mondjuk egy billentyű nem működik, és ekkor zavart a csend. És amikor hazamész, és esetleg nincs mit csinálni, vagy a viszonyok nem rendezettek, akkor ez a fajta zavartság, elintézetlenség ott van. És akkor, hogyha egy jó zongora művész vagy, akkor elkezdesz improvizálni. Ahogy ezt egy brazil hölgy meg is tette, és elkezdett improvizálni a zongorával úgy, hogy mivel a pedál nem működött, ezért olyan akkordokat játszott, amiket a felemelt tőkével is lehet, és közben jöttek a munkások, akik a színpadi liftig eltolták a zongorát, és a zongorista pedig ment vele. Megérkeztek, lift le, közben ő játszott. Olyat látszott, amit lehetett úgy is hallgatni, hogy a pedál az ugye nem engedhette föl magát, és ezért a tőke nem ment le a húrokra. És egyszer csak elhalkul a zongora játék, csönd. Akkor volt csönd. Az már egy más csönd volt, mint annak előtte. És akkor egyszer csak megint megszólal az zongora, de már egy másik, már helyesen, és a helyes mechanikájú pót zongora, az szépen fölemelkedik a színpadi liftel és hatalmas ováció kísérletében megjelenik ugyanaz a zongora művésznő, és szépen visszahátrál a megfelelő helyre, ahogy a munkások tolják vissza a zongorát a helyre, alá teszik a zongoraszéket és játszik. Na, ez kell. Az életben is. Tehát tudj így improvizálni, és nem megijedni attól, hogy hát úristen, valamilyen feltétel nem adott, vagy valaki nem szeret engem, vagy valamilyen viszony nem rendezett, vagy belül nem tudom, hogy ki vagyok, vagy mit akarok. Tedd a dolgod! Ismert föl, hogy mi a tendő, és tedd a dolgod. Ez elképesztő erős. És ezzel át tudsz lendülni olyan akadályokon, hogy később megkérdezték, hogy hogy csináltad? Nem tudom. Csak csináltam. És kész. Ott helyben abban a kínos, unalmas csendben, a nem tudok mit csinálni börtönében, egyszer csak nézd meg, hogy pont mit tehetsz. Például kivihetem a szemetet. Azon nyomban már tisztább lett a beltér. Kitakaríthatok. Milyen jó. Rendet rakhatok. Milyen jó. Miért rendben vannak a dolgaim, azon nyomban kiderül, hogy na, most ez volt az a házi feladat, amit még nem csináltam meg, megcsinálom. És akkor, akkor ez a tetterő helyesen kifejtett akarat, ez túl visz egy csomó mindenen. Szeretném megkérdezni, hogy az ösztön és az intuíció az ugyanaz, vagy különböző? Teljesen más. Oké. Okay. Az ösztön az egy nagyon komoly pszichológiai fogalom, Zigmund Freud és társai nagyon komoly alkotása, amikor ugye a tudattalamból feltörnek át nem látott erők. És egyszerűen nem vagy ura ezeknek az erőknek, és akkor ösztönösen így cselekedtem. Ez egy nagyon komoly, impulzív viselkedés, akár úgy, hogy hirtelen megjelenik egy kifelé forduló cselekvés irányában, vagy pedig egy implozív, tehát hirtelen összeomlik valaki. Ezek az ösztönök azok a tudattalan tartalmak, nyolcadik tárház tudat, amit a hetes önvédelmében lezár, a megkülönböztetésével lezár. És akkor egyszer csak olyan erővel tör fölfelé, mint a vulkán, és elsőpri az első hatnak a működését. Ekkor nem látsz tisztán, nem hallasz tisztán, nem gondolkoz tisztán. Az érzékszervek, meg az alapvető kompjúter itt belül az kuka. És amikor ezek az ösztöntartalmak, azaz a tudatalatti tartalmak, kicsit kitombolták magukat, akkor egy ideig megint csak nyugodt az ember, csak kiderül, hogy ez átmeneti, mert a hetesből, ahol az én tudata, az én képe lakozik, onnan nem vette ki az azonosulást a tudattalan tartalmakkal magyarul, újra termeli a problémát. Adott körülmények között, adott helyzetben megint megjelenik. Ez az ösztön. Az intuíció teljesen más. Az intuíció az igazi önvalód közvetlen működése és tapasztalata ebben a pillanatban. Nem függ az 1-2-3-4-5-6-7-8 tudatszint tartalmától. Az intuíció közös, ösztönenk mások. Igazi önvalónkban osztozunk, karmákban különbözünk. Az intuíció az, amikor együtt tudsz rezdülni, ezek ilyen szinkron élmények. Az ösztönök, azok általában elég elmagányosítanak egy idő után. Úgyhogy hatalmas a különbség, a nyersanyag sem ugyanaz, az ösztön az nagyon személyes, még akkor is, hogyha látszólag egy pár emberrel hasonló módon teszem ezt. Az intuíció nyersanyaga maga az univerzum, és nem függ semmit a ebben a pillanatban a tiszta, tükörszerű, térszerű tudat működése. Ennyi. Nem dualisztikus tudat helyes működése. Az ösztön pedig teljesen más. Jó. Egyszer valamikor említetted, már nem tudom, hogy, hogy és mikor, de ez így nagyon megragad bennem. Kérlek, ez fejes ki bővebben. Arról volt szó, hogy nem javallott elfogyasztani az érző lényeket, mert ha más nem azért sem, mert hogy beszennyezi a tudatot. Mit értettél ez alatt pontosan? Az érzőlények lények elfogyasztása az azt involválja, hogy az akaratuk ellenére történik, tehát ők nem szeretnék, hogy te elfogyaszd őket, de te mégis megteszed. Ilyen például az állatok legyilkolása azért, hogy te táplálkozzál, vagy bizonyos tájain a földnek, ahol még az emberevés divat volt a közelmúltig, ott embertársékat, vagy éppen a betoppanó földrajztudóst tették a kondérba. Tehát ez nagyon fontos, hogy az érzékszerfez kötött lény, ez a lélek és a test egysége. Ezt az egységet nem illik más érző lénynek megbontani. Az állatvilágban ezt megteszik, gondolkodás nélkül, és szenvedéstudat nélkül, de látszik, hogy fáj. Tehát egyik zsákmányállatnak sem esik jól, hogy őt táplálékul használják. Az ember más, az embernek van tudata. Az ember kimondta azt, hogy én, ezzel kimondta azt, hogy te milyen szép lett volna, hogyha azzal kezdődik ez a tudatosodás, hogy nem az, hogy én, hanem hogy te. Sokkal könnyebb dolgunk lenne. Nem kellett volna megírni ennyi könyvet, hogy ráébresszük magunkat, hogy egy másik ember is létezik a bolygón rajtunk kívül, vagy esetleg egy embercsoport. A születés az tényleg a test és a lélek összefonódása és kapcsolata. Ezt más érző lény ne meg járjuk az utunkat úgy, hogy hagyjuk a többi lényt is a saját útját járni. Most amikor ezt nem tesszük, például millió számra öljük az állatokat naponta, akkor ezek a tudatok kapcsolódnak ahhoz a tudathoz, akik megölték őket. És ezért érezhető mondjuk vágóhidak körül az, ami. rendkívül borzasztó atmoszféra és nem tudod, hogy mitől. Nem is érzed a szagát, csak ott körülötte. És ez azért van, mert napi több tízezer, néha több százezer állati lélek így csk, el van vágva a testtől. És ennek a fájdalomtestét, energiáját érzed. Benne egy nagyon primitív bosszú vágya. Úgyhogy ez mutatja, hogy akár tudatos a lélek, akár nem, nagyon törekszik a születésre, mert a tapasztalását így folytathatja. Ezt nem kéne megszakítani, vagy erőszakkal elvágni. Annál is inkább, mert nem tudod visszacsinálni, tehát nem tudod a szétrombolt testbe azt a lelket visszagyömöszölni. És hogyha az ölés karmáját megnézed, akkor a bosszúval csak az a probléma, hogy megörökíti a ciklust. És a bosszúvágyból egy újabb elkövetés lesz, és annak egy újabb bosszú vágya a különböző résztvevők által, és így szépen forog körbe, körbe, körbe. Egész addig, amíg azt nem mondjuk, hogy elég volt. Ezt ilyen erkölcsi traktátusokban megbocsátásnak mondják, ez nem életszerű egy csomószor. Tehát nem tudod megbocsátani, csak azt mondod, hogy nem állok bosszút, mert elég volt és nem mondom azt, hogy hirtelen, amit addig teljesen elfogadhatatlan, bestiális dolognak gondoltam, azt most hirtelen megbocsátom a másiknak, mert én hirtelen ember szerető lettem, meg valami vallást megtanultam. Ez nagyon ritkán őszinte. Ahhoz tényleg felül kell emelkedni a dualitásokon, hogy ez valós legyen. De azt mindenki meg tudja csinálni, hogyha látja az elkövető és az áldozat körforgását, a cselekedet és a bosszú körforgását, akkor azt mondja, hogy elég volt. És ami az ő következő lépése ebben a ciklusban, azt ő nem teszi meg. Tehát nem válik sem újabb elkövetővé, vagy újabb áldozattá. Mert az ember azt hiszi, hogy az elkövetőnek könnyebb, mert azt ugye hagyják az ösztönei. Nem. Az áldozatnak is van karmája. A kettő vonzza egymást. Ugyanolyan erőfeszítés nem áldozattá válni, és kilépni a helyzetből, mielőtt az lennél. Nem mindenki, sőt, nagy részünk nem tud megbocsátani, igazából a lelke mélyéből, de mondhatjuk mindannyian azt, hogy elég volt, és nem viszem tovább ezt a karmát. Máshová teszem az erőt, máshová fejtem ki az energiámat. Ezt lehet és akkor nem szenvedésteli börtönkolóniához fog hasonlítani a Föld, mert egymás nyakát vágjuk el, inkarnációról inkarnációra. Nézd meg a magyar csoportkarmát, ezt az elképesztő megosztottságot, ami ebben a népben van. Mióta van ez így? Hát pontosan nem tudjuk, de pár évszázadra biztos, hogy görgetjük ezt magunkban. Szépen előre, generációról generációra, háborúról békére, békéből újabb háborúba. Mikor lesz ez elég? Mikor mondjuk azt, hogy köszönjük szépen, ennyi volt? Mostantól kezdve másképp viszonyulunk egymáshoz. Ahhoz először a magunk öntudatát kellene megváltoztatni, a magunk világképét kellene megváltoztatni, és így az emberképet is, hogy pontosan ki az, aki velünk szemben áll. Ezen múlik. A helyes felismerésen, az azonosulás megszüntetésen, újabb azonosulások kiepítésen, ezen múlik. Aztán, ha az együttérzése tényleg százszázalékosan tiszta, akkor meg tudsz bocsátani. Akkor az őszinte. Addig csak elkented valamilyen mázzal. Úgy igyekezzünk nem ártani, mert nagyon nehéz utána kilépni a kölcsönös ártás ciklusából. És átváltoztatni a kölcsönös segítség ciklusává. Lehet, csak nagyon nagy munka. Van az a kifejezés, hogy, hogy önvaló. Értelmezhető az önvaló úgy, hogy azt értenénk rajta, vagy azt érthető, hogy valódi én. azonos se az ez a kettő kifejezés így? Azonos, hiba, különböző, szintén hiba. Miért? A valódi én nem én. Tehát ezért nem mondjuk igazi énnek, valódi énnek, ilyen én, olyan én, fensőbb én. A Buddha pontosan ezért tanította, az anátman vagy anattá tanát, ami az éntelenségre vonatkozott. Tehát, hogy az igazi önvalód az nem személyes, az igazi önvalód nem inkarnálódik, az igazi önvalódnak nincs neve vagy formája. Ezt meg kellett tennie, mert év ezredek alatt a hinduk olyan attribútumkészlettel készlettel ruházták fel ezt a szerencsétlen átmabrákmant, hogy már nem tudott az lenni, ami. Tehát az emberi tudatban a különböző rétegek elfették a valóságot, és egy mozdulattal lepucolta az egészet. Pusztán azért, mert rendkívül őszinte volt önmagához, és a keresésben nem elégedett meg fél eredményekkel, vagy részeredményekkel. És egészen addig ment, amikor eloszlottak már a kétségei. Egészen addig ment, amikor az összes válsága, az összes belső kétsége megszűnt. Olvashatod az életrajzában, hogy amikor elment mondjuk a Rámaputta remetéhez, és ő megtanította neki az indiai bölcsességnek egy újabb tárházát, és még nem értem el a végső békét, az ellobbanást, a nagyszerű nirvánát, és akkor ment tovább. És akkor állára kálámó remetéhez is betért, és megint csak megtanulta az indiai bölcsesség egy újabb tárházát, és megint csak nem ért véget a kétsége, nem ért el a békét, a nirvánát, stb. És utána, ahogy halad a meditációjában, és egyre jobban hántja le az illúziókat magáról, és így a világról, azt olvasod a fejezetek végén, hogy és az ebből fakadó boldogság nem kötötte meg gondolkodásomat a kivészszánál. Azért ez gyönyörű. Mert általában mi történik? Az gondolkodásra egy ráfeszülünk, mint Celofán a bontott csirkére, hogy maradjunk is meg vele. Hogy akkor az az én boldogságom, az én drága szágom, ugye? És akkor azon nyomban bontott csirke leszel, és véged van, mert leváltál arról az igazi önvalóról, amelynek az egésznek az alfája és az omegája, amely a nem kötődésből tapasztalható. És itt van a végső hatalmas paradoxon, hogy ez a nem kötődéshez az ember elkezd kötődni, aztán kiderül, hogy nem lehet. Tehát valamilyen képhez lehet, a róla alkotott reflexióhoz lehet kötődni, de az nagyon hamar elporlad, az nem tart meg, ott nincs biztonság, ott nincs menedék egy rakás fogalmat rárakhatsz, meg egy rakás szobrot állíthatsz neki, de mindaddig, amíg tudod, hogy ez csak jelölés és nem ugyanaz, addig rendben van. Tehát nevezd úgy, ahogy akarod. De a legjobb az, amikor nem nevezed meg, hanem tapasztalod. Hallod a madarak csicsergése? Tehát amikor az önvalót helyesen működik, a működésében sokkal jobban felismerhető, mint önmagában. Ahhoz nagyon-nagyon sok munka kell, hogy Tényleg nincs szemfül, orrnyelv, test és értelem, szín, hang, szag, íz, tapintás, tudat folyamat, és azt megtartani. Az pillanatokra sikerült csak jó esetben. Ezek után a működésében nagyon jó nyakon lehet csípni. Jó, egyébként akkor lehet úgy értelmezni, hogy az önvaló, amit kb. 40-50 évvel ezelőtt talált, találtak ki, mikor folytottak bizonyos buddhista buti szövegeket, akkor született ez a szó. Hogyha mondjuk a valódi én lenne ez a, ez, a, ez a szó, akkor most valódi énként definiálnánk, és több embernek talán így érthetőbb volna ez a szó. És is szavakkal próbálunk kifejezni dolgokat, amit, amit uh, nehéz. Nem nehéz, lehetetlen. Tehát Jó, akárhogy, akkor fordítják, lehetetlen. akárhogy fordítják, a tapasztalattal sosem lesz helyettesíthető a megnevezés. és gondold el, mész egy sivatagban, és azt mondják neked, hogy víz, te meg az én szomjan halok, víz, vagy a francia, hogy ló. Az orosz oda megy hozzá, és a fületbe is, vadá. És már négy helyen, öt helyről, hat nyelven hallottad, hogy és még ez még nem volt, és még mindig haldoklasz. Hát ezt csinálja magával az emberiség. Úszkver több ezer éve gondolkodunk róla, gyártjuk a fogalmakat, ez, amit mondtál, ez nem akkor keletkezett, ez jóval korábban, és a hindú meg az egyéb szövegeknél, amikor az első ilyen indiai dolgok bejöttek a brit-kelet-indiai társasággal a 17. században, már akkor elkezdtek ilyen kicsikét csápolni körül a tudósok. Nem értették, és egész a 19. század végéig gyakorlók nem voltak, a 20. században is igen kevés. Tehát 20. század második felében beszélhetünk arról, hogy bizonyos hagyományvonalaknál, Bizonyos emberek már a gyakorlás alapján fordították a szavakat, és nem pusztán szótárból. Hát gondold el, hogyha egy orvosi szöveget valaki csak szótárból fordítaná, hát megnézhetnék magunkat. Orvosi szöveget orvos fordít, mérnöki szöveget mérnök fordít, szakács szöveget szakács fordít. Mert különben nem tudja értelmezni rendesen, mert nincs mögötte gyakorlat és tapasztalat. De a buddhizmus esetében ez katasztrófa volt. A mai napig vannak olyan könyvek, Látod azt, hogy ilyen vaskos, akadémikus értelmezések potyognak ki a lapokból, és használhatatlan. Szövegszerűen érted, de praxis értéke nincs. Semmi. Hát mit ér egy szakácskönyv, hogyha nem lehet megfőzni a benne lévő recepteket? Semmit. Marha jól néz ki, meg el lehet adni, de semmit nem ér. Jó? Köszönöm. Szívesen. Elég huncut kérdés lesz. Azokat szeretem, mondja Olyan értelemben, hogy nem akarom, hogy itt mindenki elmenjen a szangából, de egyébként mennyi esélye van így egy ilyen magunkféle földi halandónak arra, hogy megvilágosuljon? Mindenkinek ugyanakkora esélye van. Oké, okay, csak hogy az ilyen méltóságos, kivételes sorsú emberek, mint Butha, hat éven keresztül nyomták, és elég keményen, hogy milyen világéleteket élünk, és ilyen hébe-hóba lecsücsülünk egy-egy óráskákra, hogy, hogy ez nem ilyen időfüggvény, vagy hogy lehet, hogy ő nekik hat év kelet, akkor nekem meg csak lehet, hogy három hónap, tehát... Ki tudja? Gyere ide gyakorolni, azt meglátjuk, hogy mennyi erőfeszítést teszel. Nem az a kérdés, hogy milyen sorsra születtél, hanem hogy mennyire vagy képes föladni azt a sorsot, és csak gyakorolni. Butha elképesztően jó helyzetbe született. Rájött valamire, mert a neveltetése segítségével rájöhetett. És ott merte hagyni a kényelmi zónát. Mellette pár kilométerre a palota falain kívül elképesztő rossz helyzetben érinthetetlenek százezrei voltak, és egyik sem tudott gyakorolni. Mert nem volt abban a helyzetben. Állandóan a megélhetését kellett küzdeni. Tehát hogy jutsz el egy olyan helyzetbe, ahol az élet már nem csak a materiális megélhetésről, a puszta család fenntartásról és ezekről szól, hanem a társadalom kiépített egy olyan infrastruktúrát anyagilag is, mentálisan is, hogy tudj gyakorolni. És innentől kezdve a te dolgod, hogy mennyire vagy hajlandó azt a kényelmi zónát ott hagyni átmenetileg, amiben tudod, hogy vissza tudsz térni, mert a jelenlegi törvények lehetővé teszik a tulajdon megtartását. Például a polgári társadalom az arról szól, hogy a magántulajdon szentsége. Tehát nem fog oda menni egy lord, vagy egy király, és a távol létedben a házadat elrekvirálják. Ugye? Ez nem történik meg. Csak rajtunk múlik. Mindenkinek ugyanakkor az esélye a felébredés elérésére, csak eltérő mértékben adjuk fel a karmánkat ehhez. Tehát nagy kérdés... Nagy hit, nagy bátorság. Mennyire nagy ez a kérdés, hogy mi ez? Mi vagyok? Ha kicsi, akkor kicsit fogunk gyakorolni. Ha nagy, akkor nagyon sokat fogunk gyakorolni. Köszönöm, és még egy pici alkérdés ehhez esetleg. Az, hogy, és olyan van például, hogy jó, jó, akkor most nem világosodtam meg, vagy valami, de de egy kicsit tudatosabb vagyok, mint mondjuk előtte, és akkor az, az, akkor már így a társadalomban meg az emberiségnek egy jobb, hogyha egy jobb láncszem leszek ezáltal. Van ilyen megvilágosodás skálád? Igen. Mert ne, úgy tűnik, nem hogy azon méred magad. Hát, e -e. Mit mondott költünk? A mindenséggel mérd magad. Tehát te ne állítsál föl belül egy ilyen személyes, CA feliratú, megvilágosodás skálát, mert akkor az öndefiníció dualitásába esel bele. Nem. Nézd meg az emberi viszonyaidat, nézd meg a, az emberi működésedet, mennyi szenvedést termelsz, mennyi boldogságot termelsz, mennyi hibát követsz el, mennyi helyes megoldásod van, és ezt mind a világ visszatükrözi. Ez nem azt jelenti, hogy kapcsolatfüggők leszünk, vagy véleményfüggők leszünk, hogy azt nézzük, hogy hány csillagot kaptunk a különböző portálokon. Nem. Ez az ok és okozat helyes látásáról szól. És nem önképgyártással, még nagyon pozitív, meg spirituális célra is tenném ezt, nem önképgyártással fogom megoldani az értékelést, főleg nem az önértékelést. Tehát amikor mondjuk, hogy tér vissza nem tudhatóhoz, az pont ezt az önképet, a kis skálát, a kis csekkolást, azt, mint kis pányvát így kihúzza és elengedi. Tehát nem pányvázod le magad egy hipotetikus énképhez és ez nem a te hibád, ez a jelenlegi nyugati társadalomnak a sajátja, hogy legyárt valamilyen intellektuális vagy egyéb rendszert, abból a rendszerből te következzel, mint egyén, és akkor ezt az én képet és megvalósítani. Ez sosem ment. És hogyha van frusztráció, ugye, akkor az az, hogy hazamész, ránézel arra, ki vagy, meg amit elvárnak tőled, és két külön világ. Teljesen külön világ. Tehát a felém záporozó elvárások, amitől én jó ember leszek mások szemében, meg aki én szeretnék lenni abban, amiben tényleg hiszek, és nem csak a szokásaimat ismétlendő, óriási a távolság a kettő közt. Hogy lehet ezt közös nevezőre hozni? Ekkor kell elengedni egy csomó mindent kívülről is, belülről is. Helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés. Köszönöm. Szívesen ez alapján látod az okozatot helyesen. Egyéb kérdés? Ma délután igazából így meditáció után szinte már zavaróan jól éreztem magam, és igazából a kérdésem az lenne, hogy hogyan ne ragaszkodjak -e ez az érzéshez, mert már igazából ilyen még valami nem történt. Akkor a templom bármelyik tisztségviselőjehez odamész, és megkérdezed, hogy nagyon jól érzem magam, miben segíthetek. Köszönöm. Szívesen. Ekkor jó munkát kapsz, jól teljesítesz, és még jobban érzed magad. És ez újabb energiát termel. Az imént beszéltél, vagy említetted, hogy a magyarság és a magyarságnak a karmája, ez minket milyen szinten determinál, és milyen szinten érdemes ebbe mint egyéni belevonódni, vagy olvasni. Megszülettél, úgyhogy eléggé jobb belevonódtál ide, mint mindannyian. Azt kéne megnézni, hogy egy, mi a dolgod ebben a közösségben, per egyénileg milyen karma hozott ide téged. A kettőt kell együtt látni. Miért születtél ide, és mi a dolgod itt? Ha a kettő ugyanazt mutatja, akkor megtaláltad az utadat. Ha nem, akkor még mindig az egyéni elképzelés, az egyéni életprogram, és az, ami ebben a társadalomban mondjuk rád hárulna, mint szerep, az különböző. És ezeket közös nevezőre kéne hozni. Nézd meg azt, hogy a saját csoport karmád, mint magyar férfi. Valójában mi az a karma, ami közös, mint érzelmi, értelmi, cselekedetbéli szokás, karma, berögződöttség. És akkor látod azt a közösséget, ahova beleszülettél. Aztán azt is megnézheted, hogy pontosan miben különbözöl, mint az összes többi. Meg lehet nézni akkor a korosztályodnak a neveltetését, a munkaválasztását, az egyéb társadalmi szokásait. Ebből mit viszel? Mit válasz föl? Mi az, amit elvetsz? Hogy én más leszek, én ezt másképp fogom csinálni. Így szépen, tételesen a csoportkarmádat megnézheted, és benne a saját egyénidet. És akkor ki kéne találni valamit, vagy meg kéne találni valamit, amiben hiszel, mint avatár, mint egy személyiség, amit ha megvalósítasz, akkor az tényleg így jó, ez helyes. Ez az utad, ez a dolgod. És azt szépen föl kell tudni építeni. És a magad számára is tényleg hihetően, hitelesen csinálni, mert a világ pontosan annyira fog benned hinni, mint amennyire te magadban. És ez nem önhittség. Ez egészséges önbizalom, amely egy benső integritáson alapul. És az integritás az eredetiségnek az alapja. És ezt érzik rólad, ezt nem kell hirdetni. Nem lehet pusztán képalkotással elérni. Emberek előbb-utóbb túllátnak a az alkotott képeken és illúziókon, és elkezdenek téged úgy látni, hogy valójában vagy. És ebből jön a hitelesség. Tehát integritás, eredetiség, hitelesség. Ettől leszel tényleg a világ számára az, aki szeretnél lenni. Mert elhiszik rólad azt, amit te saját magadról. És tudomásul vesznek. Sőt, foglalkoztatnak. Van ebben munka, és rá lehet látni például a köztesre, a családi karmára. Az egy nagyon nagy segítség, hogy az egyén meg a csoport között ott van a család, és persze a párkapcsolat is, tehát hogy kicsikét rendszerezzük. Négy nagy karmikus osztályt sorolok föl, az egyénit, a párost, a családit és a csoportost. Nézd meg, hogy ebben a négyben te mi vagy. Mint egyén, mint pár, valakinek a párja, mint családtag, és mint csoporttag. A csoport az a nem vérszerinti kötődés versus a család, amely vérszerinti kötődés. És hogyha megnézed a karmádat, akkor pontosan látod, hogy ebben a négyben mi van. Miért ide születtél? Miért ehhez a családhoz? Miért ebbe a csoportba? És akkor helyesen választhatod meg az utat, és nem csak követsz valamit, vagy valakiket, hanem lehetsz kreatív, lehetsz újító. Beszéltél előbb a tárháztudatról, tehát mégis te azt mondod, hogy a meditáció útján hozzáférhetünk bizonyos tartalmakhoz. Szerencsére nem csak én mondom, azzal nagyon hozzá. egyedül lennék, ha csak én mondanám, de jó páran mondjuk itt. Vagy inkább másképp kérdezem, hogy mi a... Mi a hagyományom mi? belül, hogy ahhoz a tárháztudathoz úgy férsz hozzá, hogy a hatost meg a hetest átmenetileg kikapcsolod. Ez a meditáció. Tehát a tudatos gondolkodást és a tudatos dualitás formálást azt kikapcsolod. És nem is az a cél? hogy hozzáférjen a nyolcashoz, az egy melléktermék. A hozzáférés az ahhoz kell, ami látja a nyolcast. És nem csak a nyolcast, a tárházat, hanem látja a 7-es, egész végig. Tehát az igazi önvalód az nem része ennek a nyolcnak, de látja mindegyiket. Nincs jobb. Szóbelileg idáig el lehet kész. Másféle magyarázatot hallhatsz, rengeteg van. De ezek megállnak itt. Tehát mihelyt a nem név, nem forma küszöbére értél, azon nyomban tapasztalsz, vagy sem. Nem megyünk sehová az idősíkokon. A zen szándékosan azt tanítja, hogy légy ebben a pillanatban, mert ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. Tehát mindaz a tapasztalás, ami a múltban van, vagy esetleg a jövőben lesz, és ráérzel, az ebben a pillanatban összpontosul. Ha helyesen gyakorlod a zent, akkor minden olyan múltbéli tapasztalat, amellyel még dolgod van, megjelenik. És amivel nincs dolgod, az nem jelenik meg. Ezért nincs tudatos vagy szándékos regresszió a zenben a múltba, és nincs szándékos progresszió bele a jövőbe. Ebben a pillanatban minden itt van, és mindenki itt van, amivel dolgod van. Szokták kérdezni, Emlékszel előző életeidre? Mondom, ha emlékeznék is, az se segítene sokat, mert ide jutottam, nézd meg. Látod azt, hogy mi lesz a jövőbe? Felesleges. Ami itt van, az a jövőnek a gyökere. Ezt kell nagyon jól csinálni, mert ebből jön a jövő. Ebből a pillanatból, semmi másból. Úgyhogy, mint melléktermék, a nyolcas bizonyos tartalmát meglátod, amelyet még a hetes annyira polarizált, hogy nem tudod a helyére tenni, mert elszigetelte. Nagyon jóként, vagy nagyon rosszként kiemelte. És ez az integritásnak az akadálya. Tudod, darabokban van. Traumák és örömök darabjaiban, égő szilánkjaiban van. És hogyha a dualitásnak a tüze ellobban, akkor ezek újra tudnak integrálódni a személyiségbe. És akkor a nyolcasból már nem kell, hogy megjelenjen egy csomó minden. Ezért van az, hogy a legelején, amikor elkezded azent, nem tudsz hova lenni, olyan adás van belül, hogy ez hihetetlen te. Nincs ez a TV csatorna, ami annyi epizódot tudna legyártani. Egyrészt találjuk meg már a rendezőt, és mondjuk, hogy elég volt. Nem kell többet rendezkedni, ennyi volt. De ha jól csinálod, akkor eltelik pár év, és úgy tényleg kiürül. Tehát jöhetne, nem zárja le semmi, nem jön. Az kész. Miért? Mert már nincs minek. Ami nagyon nagy probléma volt, az a felszíre került, megláttad, okozati kapcsolatait engedted, hogy megmutassa, dualisztikus címkét leszetted, illúzió eltűnik, hamis azonosulás feloldódik, szépen visszamegy a helyére. Ez a tudat öntisztulása, a léleknek az öngyógyítása. Teljesen spontán. És amikor ez elér egy bizonyos fokot, nem most nem akarok, hogy hány év, meg mit tudom én, ha rendesen csinálod, belátható időn belül, és akkor megszűnik ez az állandó tévéadás, akkor tényleg tiszta a tapasztalás. Régebben egy, úgy érzeztem, hogy jó úton járok, de letértem erről az útról. Hogy tudok visszamenni? Nyilván azért vagyok itt, mert úgy gondolom, hogy így. De tudnál erről mondani egy pár szót, hogy ha az ember elvéti az utat, hogy tud visszatérni arra, amit úgy érzed, hogy jó? Látod-e, hogy hogy vétetted el az utat? Azt hiszem, hogy igen. Akkor ugyanazt kell tenni, csak visszafele. Megkeseredtem. Kell egy korrekt motiváció. Általában, ha az ember megkeseredik, ezt felnőttként szokta, gyerekként nagyon ritka az, hogy valaki megkeseredjen. Annyi idea, annyi hívás, annyi gyönyörűség van még az életben. Felnőttként szoktunk megkeseredni, életközépválság meg egyebek, azok úgy bekeményítenek. És akkor a motivációt úgy tudod megújítani, hogy nem magamért. A magamért már nem csinálnám meg. Másokért, egy valakiért, akit jobban szeretek bárkinél, ő érte megcsinálom. És akkor ő a bótiszatvád, a múzsád, a védőszented, az angyalod, és akkor ő érte megcsinálod. Csak nem maradj egyedül a keserűséggel. A magány az elég kemény, azt nagyon nehezen lehet elviselni. Elég társas lények vagyunk. Ezt a keserűséget tessék a társassággal oldani. Nem ráfröcskölni a társaságra, hanem a társassággal oldani és motivációt nyerni az emberi kapcsolatból. Én úgy műszaki területen dolgozok, és itt mindig beszélnek a mai világban összeesküvés elméletekről, amivel én nem hiszek. Most csak az ilyen műszaki területről mondom, hogy kifejezetten öregítő, alkatrészek, meg kikapcsoló dolgok. Én azt gondolom, hogy ez valahol abból szól, hogy a pénz viszi a világot, és az a mérték, aminek gyakorlatilag nincs értéke, mert mi adtunk neki értéket. Meg tud ez valaha változni? Nem. Amíg ez a materiális kultúra ezzel az emberi pszichével találkozik, addig nem. Hát amíg birtoklásra, kizárólagosságra, egyebekre törekszünk materiális úton, és ennek kinevezünk egy olyasféle médiumot, mint pénz, addig ez nem fog változni, és gyorsan hozzáteszem ugyanezzel a szakasz hangsúly, hogy nem a pénzzel van a probléma. Mert hogy jó, kimutattad, a pénz önmagában nem létezik, ezt mi hozzuk létre a konvencióval, a hagyományal és a bizalommal. A konvenció az, hogy kinevezek fehér kajlót valutának, és ezt a konvenciót mindenki elfogadja. Hagyomány az, hogy más csinálom 300 éve, és a bizalom az, hogy még 300 évig ez így lesz, tehát beruházom úgy, hogy fehér kajló a médium, a pénz ki gondolta volna, hogy az, ami ott Dél-Amerikában, az ezüstbányákban, ott szépen a telérekben ott van, az egyszer csak spanyol hódítók elkezdik hajóra rakni. Mi volt az eredmény? A konvenció előbb-utóbb megszűnt, és azt mondták, hogy hát ez az ezüst, hogyha ennyi van belőle, ez most nem is annyira nagy érték. És így ment le az ezüstnek az ára, és a birodalom a saját elinflált elinflálta saját magát. Úgyhogy az emberi tudatnak kéne megváltozni, az értékszemléletnek. Ha nem a materiális réteg lesz a legfontosabb, akkor valami egyebet fog szolgálni szükségszerűen. És a pénz az, az semmi baj nincs vele, csak valami nagyobbat érdemes szolgálni vele, mint pusztán a nullákat a bankszámlán, mert attól még senki nem lett boldog. Nyugodt egy ideig. De ha nem használja föl helyesen, akkor az a megfagyott anyagi energia, ami ott van benne a pénzben, elkezdi nyomasztani nagyon sokszor, vagy butaságokat csinál. A lottóötösöknél lehet látni, amikor egy lottóötös nyeremény teljesen hazavágja az illető családos túlviszonlátás, mert nem tud mit kezdeni a hirtelen megnövekedett anyagi potenciájával. Ehhez hasonló az örökölt vagyon. Örökölt vagyon nem ő építette föl, nem az ő munkájával, szülők, nagyszülők és az ő karmája együtt, nagykorú lesz, és hibát hibára halmoz. Mint hogyha nem is nevelték volna arra, hogy ebbe figyelj, beleszülettél, most tessék vele valami normálisat kezdeni. Nem mindig van így, most az extrémeket mondom. Tehát az értékszemléletnek kell belül megváltozni ahhoz, hogy kívül egy más típusú realitást hozzunk létre, hogy a meglévőt módosítsuk. És akkor az anyagiság belétve a pénzt valami magasabb rendűt fog szolgálni. És ez a magasabb rendű, ez nem az, hogy akkor én most magas szinten fogom elsajátítani, hanem szükségszerű, hogy vissza fogja táplálni a materiális körforgásba. Ettől magasabb rendű, mint a puszta elsajátítás. Például Tang-dinasztia, dinasztia és egyéb gyönyörűséges korszakok spirituális kultúrája az úgy működött, hogy spirituális minőség emelés és materiális mennyiség biztosítása tehát elég templom, elég rizs, elég ruha, elég jármű, stb. ahhoz, hogy az emberek a felébredés útját járják. Ez a minőség a felébredés, és a mennyiség az az anyagi része, amit alá kell tenni ahhoz, hogy ez működjön. Ez a körforgás, ez évszázadokon keresztül nagyon jól működött. Az egyszer annyira jól működött például Tang dinasztia Kínában, hogy látta az uralkodó, hogy ez nélküle is menne, és a 9. század végén úgy gondolta, hogy leszereli ezt az egészet, mert ő nem volt elég fontos, és viszontlátás bezáratott több mint 10.000 kolostort, hazaküldött több mint 800.000 teljesen felavatott szerzetest és szerzetest, nőtt világ életbe vissza. A tangdinasztiának ezek után utód nélkül vége, és ismét a, akkor a három királyságba belecsúszott Kína, és megint lett szenvedés, meg háború, meg egyebek, amit az uralkodók nagy része szeret. Mert akkor ő fontos. Itt nagyon jól mutatkozik, hogy egyszer csak egy értékszemlet fölemelkedett a 6. század után, és utána a 9. század végére lehanyatlott. És akkor teljesen más szerepe volt a pénznek, a hatalomnak és minden egyébnek. Tehát mit szolgálsz? Kit szolgálsz? Mire építed az életedet? Kikkel társulsz? Milyen értékrendet hozol létre? Ezek a húsba vágó kérdések, és minden más, ami a név és forma, ezt fogja szolgálni. Miért? Mert te arra mész, mert te azt építed, mert te abban hiszel. Amikor a, énekeljük a nagy meghaladó bölcsességet, ugye a mantra, mantrák mantrája, itt tulajdonképpen csak arról van szó, ez van így a, ha nagyon akarom ezt degradálni, akkor ez volna itt az egésznek a lényege, hogy maradjunk meg a, múlt és a jövő közt azon a nagyon vékony kis határmegyét, amit pillanatnak hívunk, és akkor ezen lépésre lépésre haladjunk, és folyamatosan ezen legyünk. Lényegében ennyi a küldetés. Igen. Jó. Menjünk együtt. Örülök, hogy együtt gyakorlunk, és hogy énekeljük a meghaladó bölcsesség szíves szútrát naponta háromszor, és maradjunk meg ebben a gyönyörű pillanatban, amely a múlt, a jelen és a jövő összes karmáját magában foglalja. Kívánom, hogy tiszta tudattal és bizalomteli lélekkel járjuk az utat együtt, és ezáltal ezt a világot is, meg magunkat is egy szebb alakra tudjuk hozni. Köszönöm a figyelmet!